29-20. Hányos vagy? 72. Hány kilométert futottál le, tudod? 4-et. A java persze még csak ezután jött, amit hamarosan önök is látni fognak. Előtte azonban néhány szó a szabályokról. A verseny összesen 12 szakaszból áll, 3 újraindítási ponttal. Az összesen 75 kilométeres táv különböző nehézségű szakaszokból áll, így a 12 fős csapat minden egyes tagja megtalálhatja a felkészültségének megfelelő távot. Persze lehetőség van arra is, hogy egy csapat kevesebb, mint 12 emberből álljon, de csak úgy, ha minden egyes szakasz teljesít. A szabályokat persze még hosszasan sorolhatnám, de valószínűleg feleslegesen tenném. Betartatni ugyanis korán sem olyan könnyű őket. Eddig én többet futottam, mint te. Azt nem hiszem el. Folyamatosan 2 lépéssel előtted járok. Most futni fogunk. Szálltok is, Rocs! Fönnök úr! Csapatunk a futást egészen másképp definiálta, mint az itt látható versenyzők, akiknek, ahogy közeledtek a második váltóponthoz, egyre nehezebb dolguk volt. Az eső mennyisége és ereje ugyanis a megtett kilométerekkel arányosan nőtt. Persze ez sem szegte kedvét a lelkes futóknak. Yes, I love him. The way you're acting lately.
Anita! Hey! Na! Ez pedig már Szilvánsvárada az első újraindítási pont. A verseny innentől kezd igazán érdekes lenni, bár még messze a cél. Ezt csak hamar felismerték maguk a versenyzők is. A mezőny egyre jobban leszakadozik, azt lehet mondani, hogy most már akik itt vannak, azok a legjobbak, ugye? Igen, persze. Nagyon sokan vannak, és nagyon jó. Már most két szakaszon vagy túl. Mi a nehézség ennek a versenynek? Hát hosszú, sokan vannak, és egy idő után elfárad az ember, és ez mindenki látszik egyre jobban. Az eső az mennyire nehezíti most a futást? Hát nagyon nem nehezíti számomra, mert szeretek esőben futni, nincs annyira. Nem annyira, mint hogyha sütne a nap és melegünk lenne. Így jobb. Esőmenők vagyunk. Hány kilométeren vagy túl? Hát körülbelül 13. És elég fáradt vagyok, mert ez két szakaszban történt, és egymás után nem volt elég pihenőidőm. És a második az már nehezemre esett egy kicsit. Arra az állításomra, hogy ide már csak a legjobbak jutottak fel, a fiatalember mindjárt rá is cáfolt. Hogy sikerült ide feljutni? Busza.
A csapatok 4 órára érkeztek meg Miskolcra. Az utolsó rajt... 3, 2, 1, rajt! És a cél. Átöltözve frissen, üdén, nekivágtok gondolom az éjszakának, megünneplitek? Hát igen, azt muszáj lesz, főleg, hogy már 2 versenyen voltam, hiszen reggel 11 órakor 6 kilométert futottam mezi országos bajnokságon felnőttbe, és utána hát éppen, hogy ide tudtam érni a rajt, úgyhogy ezt muszáj lesz megünnepelnem, hogy itt még szakaszt is nyertem. Egyébként külön készültek erre a versenyre, vagy egyáltalán nem szükséges? Készülünk is valamennyire, készülünk más versenyekre is, van, aki csak most jött először. Együtt készültek, vagy mindenki egyénileg? Hát ez attól függ, tehát mint a Viktor is mondja, tehát ő a Veszprém Egyetemi Diák és Atlétikai Klubnál főként ott teljesít ilyen sportszolgálatot, úgymond. A Kriszta, ő pedig a Veszprémi tájfutóknál, és rengetegen vannak, akik egyébként többnyire amatőrként teljesítenek, de baráti társaság tulajdonképpen, akik ugye a Bécs-Budapest maraton és többféle egyéb ilyen hosszabb távú versenyeken összerázódunk, és jó hangulat, ez a lényeg tulajdonképpen. Úgy gondolom, hogy a verseny apropóján meg is szeretjétek Miskolcot. Jól gondolom? Hát igen, nekem nagyon tetszett. De hát mondjuk olyan sok mindent nem tudok mondani, hiszen épp hogy egy órán volt, amíg odaértem a rajthoz, de az alatt kellemes emberekkel találkoztam. Most éjszaka, mit csináltok? Bulizunk reggeli. Amikor reggel kinéztél az ablakon, gondolom volt egy kis ijegység, hogy hogy sikerül majd a mai rendezvény, zúgott az eső. Hogy őszinte legyek, egy kicsit megrökönnyödtem, hiszen tényleg nagyon rossz volt az időjárás, és körülbelül fél éve készülünk erre a rendezvényre, és nagyon sokat számít a rendezvény kimenetele szempontjából, milyen az időjárás, hiszen ez egy szabadtéri verseny, szabadtéri rendezvény, hiszen futóverseny, ráadásul a táv a verseny nagy része a Bükki Nemzeti Parkon halad keresztül, ezért az időjárás semmiképpen sem, a rossz időjárás nem mozdítja előre a rendezvény színvonalát. Viszont én úgy gondolom, és egy dolog miatt reménykedtem abban, hogy a rendezvény nem fog kudarcba fulladni, hiszen egy olyan versenyen, ahol 1200 résztvevő elindul elrajtól, egy olyan rendezvény mindenképpen csak sikeresnek mondható. Hosszú évek óta újból ismét sikerült külföldi csapatot meghívni a rendezvényre. Ami még egy kicsit még érdekesebbé teszi, hogy a külföldi csapat 2 holland csapat volt, ahonnan a szarvasűzők alapötlete a Batafire rész holland váltófutóversenyből származik.
Az, hogy lesz a rendezvénynek folytatása, gondolom nem vitatott kérdés. Ez természetes. Ideig 14. alkalommal 14-szer sikerült megrendezni a szarvasűzőket, és én úgy gondolom, hogy a jövőben is minden jel arra mutat, hogy megrendezésre fog kerülni. Lám mindenki célba ért. Maximálisan elégedett vagyok a csapatommal. Fegyelmezett csapattaktikával sikerült elérnünk az utolsó helyet, amiért külön nyomott pólót kaptunk. Azután szeretném megdicsérni a média nyilvánosságát, a csapatomat.